tegnap ünnepeljük Jézus testének és vérének az ünnepét, és annak tiszteletére 4 sátrat készítenek a faluba. A legméltóságosabb oltári szentség fog végig menni, a püspök fogja őt vinni, és megáldja a falunkat. Úrnapja a pünkösd utáni második vasárnap lezárja a tavaszi nagyegyházi ünnepek körét. Az oltári szentség ünnepe ez, amikor a keresztény hit legnagyobb misztériumát a pap kiviszi a templomból és ünnepélyesen körülhordozza a környező utcákon. Régi szokás, hogy amerre elhalad, virágokból pompás szőnyegeket készítenek a hívek, az első áldozó gyerekek pedig a körmenet élén haladva színes virágszirmokat hintenek az Úr elé. Sok helyen kihalt már a virágszőnyeg készítésének hagyománya, máshol egyszerűsödött, de néhány helyen évről évre a régi pompával ünneplik a legméltóságosabb oltári szentséget. Így van ez Csömörön, ebben a fővárostól mindössze 5 kilométerre fekvő zsákfaluban is, sőt, talán itt maradt meg egyedül a legnagyobb méretekben a virágszőnyeg készítés szokása. Ma már a csömöri virágszőnyeg messze földön híres fogalommá vált, sokan egyenesen csömöri csodáról beszélnek. Ez hol lesz ez a korona elhelyezve? Ez a Máriás lányok fogják vinni Kispárnán, a körmenetbe. És melyik virág a leghálásabb így koszorúkötés szempontjából? Törökszekrény, az egy kicsit dúsabb. 10 éve járunk ide, régebben a rétekre mentünk, nagyobb fákat, létrákkal, sokkal nehezebb körülmények között gyűjtöttük össze. Mire kellenek ezek a zöld ágak? Sokan összejövünk a sátorépítéshez. Itt egy olyan kaláka történik a főváros közelében, hogy kora reggeltől a miséig egymerő áhítatban, zsongásban, kortól, nemzetiségtől és felekezettől függetlenül mindenki együttért, ugyanazért dolgozik, és ez mind a páráló illatok, a szirmok gyönyörű pompájával áthatja úgy a lelket, mint egy nagy közös ima. Csömör 3 nemzetiségű. Ugye az újratelepítésnek igazából most lesz a 300. évfordulója, mert az 1715-ös évektől, ugye a török kihalás után a vatai család telepítette újból be, előbb felvidéki tótokkal és magyarokkal a település. Aztán volt egy kolera járvány, és 1813-tól Grassalkovics telepítette be, főleg sváb katolikus telepesekkel, akik szőlővel is foglalkoztak. És ezek a sváb, főleg Budaörsről származó telepesek hozták magukkal a virágszőnyeg építésének a kultuszát. Ugye a sváboknál a nagyívű gondolkodás, a virágpompa, a külsőségek, ezek mindig nagyon jellemzőek, nagyon jól szervezetten, csodálatosan tették ezt. Aztán a svábság könnyebben asszimilálódott, illetve sajnálatos módon a kitelepítéssel ugye eltűntek, viszont a katolikus közösségen belül a már ott lévő tótok, akik rendkívül hagyományhoz hűek és hagyományá éltetőek, nem ápolóak, mert éltetik a hagyományt, átvették, és saját ízlésükkel, saját viseletükkel olyan gyönyörűen megemelték, hogy csoda. Most egész magyar lakta vidékeken is szokás, mint ahogy egész Európában, ahogy Orbán pápa elrendelte az úrtestének és vérének ünnepét, arról majd atya beszél. Ez a virágszőnyeg és körmenet, illetve a körmenet, virágok szórása mindenhol van, kivitt oltárak is vannak általában, de ez a fajta tömörvirágszőnyeg a viselettel, és ezzel az hihetetlen közösségi munkával, ez itt Csömörön maradhatott meg. Méghozzá úgy, hogy ez az úrszíne elé hatalmas áldozatot és gyönyörűséget letelő törekvés a 3 nemzetiségnek közös termékeként maradt meg. Én merem állítani, hogy bármelyik nemzetiség itt nincs, akkor az úrnapi virágszőnyeg nincs. Tehát ez is egy olyan Szent Istváni gondolatnak a mai napig letéteményese, ami igazából azt kell, hogy mondjam, hogy gyönyörűen
érzékelteti, hogy mennyire többek vagyunk, ha több nemzetiség van együtt, mintha csak az egyik. És még valami nagyon fontos, hogy a hit, a katolikus hit át tudta segíteni, hogy a kádári év minden idő, minden évében, a kádári időszak minden évében meg tudták építeni ezt a szőnyeget. Mindig végig. Tehát olyan erős volt a hit, hogy az asszonyok, akik beálltak a pártba, mert meggyőzték őket, hogy a párt funkcionáriusok, mikor megtudták, hogy ez azzal jár, hogy akkor nem járhatnak templomba, visszaadták a pártanyvüket. Voltak följelentések, hogy a tanácselnökhöz ment a pártitkár, hogy hát hogy képzelitek, hogy az én házam előtt építik a virágszőnyeget. Szóval utazz el itthonról, de vedd tudomásul, hogy ez népszokás. Az oltári szentség misztériuma az Krisztus megtestesülésével kapcsolatos. Ugye Jézus Krisztus hússá lett. Ez az áldozatnak a formája. És Jézus Krisztusnak ez az egész megtestesülése abba az irányba mutatott, hogy ebbe a testbe, az ő titokzatos testébe, az egyházba akar mindenkit bevonni. Ahogy már a kereszten is Krisztus magába fogadott mindenkit, és így váltott meg minket a kereszten, ez a test a továbbiakban is, nem csak a kereszten, a közösségnek a jelképe, a közösségnek a misztériuma akar lenni. Éppen ezért az utolsó vacsorán tanítványok értetlenségére, megdöbbenésére oda ajándékozza nekik a kenyérben önmagát. Jézus Krisztusnak ez a cselekedete a szeretetnek a misztériuma, a teljes önátadás. Azaz, hogy Krisztus ajándékul adja nekünk önmagát. Imádsággal kezdjük ezt a mai szent napot, hogy ezen a napon ne csak a virágkoszorút kössük, hanem ez a nap kössön össze minket Istennel, egymással, hazánkkal, a múltunkkal és a kultúránkkal is. A szeretet, az egység, a másik örömének való örülés, a másik fájdalma miatt együtt szenvedés képessége. Tága szív, melybe belefér minden embertárs, belefér a világ. Mi történik itt most, András? A szőnyegnek a vonalát fogjuk kijelölni, ahol két oldalt kutyatejjel lesz kirakva, és középen lesznek a minták, amiket mindenki saját maga fog a saját lelkéből. Saját ízlése szerint igen, kirakni. Igen. Ezeket akasszuk be a sátorba, és ezzel lesz belülről kibélelve. 430-at kötöttünk este. Ez is a szóráshoz lesz. Tehát ezt ki fogják szórni? Igen, igen, csak most így lehúzzuk, és akkor utána így szét lesz szórva. Már a kora középkortól az Úr Szent Teste, tehát az eukarisztia megkülönböztetett tiszteletnek örvendett, és hát a megélt kereszténységben mindig is a szakrális, mágikus szemlélet megfigyelhető volt, és ezért már a kora középkorban kiviszik a határba, egyrészt, hogy a villámcsapástól, ártalmaktól megoltalmazza a vetést, másrészt pedig, hogy minél gazdagabb termést legyen, tehát mind negatív, mind pozitív irányban bajelhárító és termékenység fokozó, sőt, termékenység biztosító szerepet tulajdonítottak az Úr testének. Ezért már nagyon régóta kihordozták, és voltak éppen ez mint egy előzménye volt az úrnapi körmenetnek. Jézus Krisztusnak a legnagyobb titka nyilvánvalóan a Szent Háromság élete. De a Szent Háromság életét azt nem lehet szavakkal elmondani, spekulatív dolgon kifejteni, hanem egyszerűen föl kell kínálni. És amikor fölkínálja nekünk a Szent Háromság életét, akkor a szeretetnek ezt a misztériumát kínálja föl. És a szeretetnek ez a misztériuma az, hogy a fiú az atyában van, az atya a fiúban, és mindannyian a Szent Lélekben. Most az eukarisztia ezt tükrözi, a Szent Háromságnak ezt az életét, hogy Krisztus belép a mi életünkbe. Idáig úgy volt, hogy volt mellettünk egy hölgy, aki
tépte a virágokat, nekünk csak oda kellett rakni. Most meg mindenkinek saját magának kell, és lassabban megy, hát természetes, mert le is kell húzni, meg szóval lassabban megy. Akkor miért nem úgy csinálják, ahogy régen? Hát nem tudom. Hoztam még egy kis kutyatejet. Ezt milyen módszerrel rakják, milyen sűrűn, ennyire csak? Hát attól függ, hogy milyen a termés, hogy ha nagyon sok van, és sokat készítettek, akkor vastagabban lehet rakni. Ahogy az olvasmányokban is, a Szentleckében is olvassuk, az evangéliumban is, ezt megelőzik olyan csodálatos, szép előképek, mint például volt a manna, vagy például volt a bárányvére, illetve a bikákvére, és így sejti meg talán jobban az ember azt az áldozatot, amit Jézusnak kellett hozni. Hiszen ő az Isten báránya, ő az Álef, ahogy ugye az első betű is a bikát jelenti zsidóul, ő az az áldozat, aki, aztán persze a vége a tau is, az utolsó betű, a kereszt is, aki értünk élt és értünk halt meg, értünk hozta meg maga az Úristen, a Szent Háromság Egyisten ezt a nagy szeretet áldozatát, a mi megváltásunkért, tiszta szeretetből. És azt hiszem, hogy ezek a nagy ünnepek valahol mind olyan szépen összefonódnak, kezdve a karácsony misztériumától, nagy pénteken keresztül, húsvétig, azután ugye a Szent Háromság ünnepe, vagy pünkösd ünnepe, mennyömetel ünnepe, az Úrnapja, ezek mind együtt vannak valóban az Isten szeretetében. Mind ebből forrásozik, mind ezzel magyarázható. Mi lesz ide fölrakva virágból? Ez ilyen szokott keresztény szimbólumok vannak rajta, ugye a kereszt, a Krisztus monogram, a kehely, akkor a szőlő, mint ugye én vagyok a szőlőtő, és a szőlővesző, és még a búza. Amikor az ember szerelmes is a feleségért, vagy hát a leendőbeliért odavad, akkor lehozza neki a csillagokat az égről. Akkor föl akarja öltöztetni, akkor a legszebbként akarja megjeleníteni a világba. Hát azért azt hiszem, hogy Krisztus, mint vőlegényünk az embereknek a szívében úgy van, hogy azt adják neki, ami a legszebb, és hát amit tudnak, mindent neki adnak. Hát ha most ebben az időszakban szokott az Úrnapja lenni, amikor tele van virággal az egész rét, meg minden, a környezetünk, hát akkor milyen akarták volna a virágot odahozni az Úrnak. Tehát én azt hiszem, hogy ez emberi hozzáállás, csak tiszta antropológia, tehát a szeretetnek egy kifejezése. Jó reggelt! Jó reggelt! Ó, hát van segítség! Hogyne? Igen. Akkor munkás kimegyek innen. Sose elég. Mindegyik rácsba kell tenni egy virágot? Hát kettessével, attól függ mekkora a feje. Minden másodikba. Az úrnapi körmenetnek rendkívül fontos a szerepe. Ugye megkerülik a falut, ezáltal mindegy évig biztosítják az ártalomtól, a gonosztól, a villámcsapástól, a jégesőtől. És a virágszőnyegnek pedig hát a tiszteletadása funkciója, de mondom főként arra a mintára, hogy Krisztus Urunk, amikor bejön Jeruzsálemben, és a parasztember, mint egy mikrokozmikus szemlélettel önmagát is azonosítja, végsősorban a világ mindenséggel, de így Jeruzsálemmel is. És amikor bejön a Krisztus Úrnak, akkor a település templomon kívüli világába, akkor ahogy virágvasárnap, úgy ők is nem pálmaágat, hanem virágszínokat, ami itt terem, azokat helyezik elé. És a barokkban
utolsó vacsora jeleneteket is rendeztek, úgyhogy az úrnapi körmenet egyik stációjánál a Krisztus Urunk oltári szentség szerzését is dramatizálták, és amiket most látunk virágszőnyek képében, azok korábban megjelenített dramatikus vonásai voltak az úrnapi körmenetnek. Hajdanában ugye még egyházi iskolák voltak, a csütörtök már tanítási szünet volt, és a gyerekek a mezőről szedték a virágot. Most már csütörtökön kimennek a férfiak kutyatejért a mezőre, pénteken már szedik a mezei virágokat, szombaton a kerti virágokat is, viszik oda a sátorállító házak pincéibe. Minden egyes sátornak kialakult az udvarköre, hogy honnan hozzák a virágokat. Évtizedek során ez kialakult. Úgyhogy ez egy égi rendezéssel és forgatókönyvvel történik. Senki nincs, aki megszervezi, ez szerveződik. És mennyi ideig készítik ezt a hosszú koszorút? Hát mennyi, hát megy ez, ügyesek az asszonyok. Hát most már nem csinálom, meg fáj a kezem, nézel. Uh-huh. Meg 92 éves vagyok, mit akarok, már elmúltam. Én csak dirigálok most, a fiataloknak, hogy tudják már. Mert maga még tudja, hogy kellett régen csinálni. Persze. És akkor ez az egyetlen sátor maradt, ahol nem ezzel a beszurkálós módszerrel díszítik. Én mondtam, még élek, mert mondták, hogy szurkáljuk mégis, nem szurkálunk. Ez a régi, nekünk ez tetszik, hagyományos, mi hagyjuk el, nem? Amikor kész vannak a sátorral, akkor kezdik itt magát igen, a virágszőnyeket. Igen. Hát közben is csináljuk azért, amikor úgy nagyjából már megvan ott, akkor kirajzolja az Évi, ő, és akkor kezdjük el a szirmokat, úgy összeválogattuk most már hozzá. És mi lesz kirakva? Lehet már tudni? Szentségtartó, hát ez a nagy, középen az oltári szentséggel, mert most már látom, piros alapon, és egy ilyen nagy szentségtartó, és egy szív, szeretet, a békéjele, tehát Krisztus. Így aztán, hát ezek az alapjelképek, amik az induláshoz is kellenek, úgyhogy ennek nagyon fontos, hogy legyen. Ott van még sok. Akkor jó. Úgyhogy ez is itt a szív, amivel Krisztus nő ki természetesen. Tehát az én itt általában próbálom a szeretetet hangsúlyozni, mert szerintem az elfogadásban, a szeretetben van Krisztus. Szombaton megkezdődik a koszorúkötés. Sátranként olyan 300-400 kis koszorút kell kötni. A sátrakat régen fából építették még, topolya ágakból hajlították meg a férfiak, és friss topolya, ami a nyárfa, és nyírfa zöld ágakkal kibélelték. Ezekre akasztották rá a koszorúkat belülről, volt, hogy kívülről is. Ide viszi be a vezető atya az oltári szentséget külön. Tehát mindegyik oltárrá szentesül. Az oltár sátrak előtt vannak gyönyörű nagy szent képek kirakva, amelyek általában az évnek az egyházi témájához kötődnek, illetve valamilyen más egyházi liturgiai esemény dolgoznak föl. És ezek között vannak az összekötő szőnyegek, amelyek ezeket az ősképi motívumokat tartalmazzák. Az oltár sátraknak a eleje virágfűzérrel díszített, régen ezt csak kézzel kötött virágfűzérekből építették, a tetején kereszt van, amelyen most már szegfű van, régen csak vezei növények voltak. A természettel való egységet a szakralitás még valahol őrzi el képviségében. Főleg ahol még a nemzedéki együttműködés eleven bevonják az idősebbek, a kisleánykák, a gyermekeket, és együtt készítik az úrnapi szőnyeget, és így mintegy belenevelődik a gyermek mind a vallásos jelekbe, szimbólumokba. Azért ezt jó látni, hogy nagyon sokan jönnek ide úgy, hogy hallottak ismerősöktől, olvastak róla, akárhogy valami információ birtokába jutottak, eljönnek ide, és utána bekapcsolódnak. Tehát a közösség részévé válnak. Azért ez jó, ez Krisztusnak a műve, ő tudja csak ezt megtenni, hogy ezeket a szédelgőket is hirtelenjébe összekapja és egyetlen egy közösségé formálja. Itt most a úrnapi körmenetben az egyik kisgyerek mondta édesanyjának, hogy mi az az X ott? És akkor szólt az édesanyja, hogy nem X, az kereszt. Tehát érezzük, hogy ma mennyire megváltozott a világ. Régen a gyerek előbb tudta, hogy kereszt, mint hogy beszélni tudott volna. Nagyon tanulságos volt hogy ebben a virágszőnyekben lényegében benne van az alfa, meg az omega, ahogy virágból ki is rajzolják, de benne van úgy is, hogy a jó és rossz tudás fája is ott van, a tekergő kígyó van mindez virágból, meg félalmákat belehelyezve a
a tudásfájába. A lámpás vívő ember mondta, hogy nagyon igyekeztem, hogy nehogy rálépjek az almára, mert, meg a kígyóra, mert hogy esetleg rá tapad a rossz. És bár másfelől éppen a sátán titkó karakter erősödhetett volna. Tehát, hogy a legelső bűnbeesés jelenetétől kezdve a Krisztus Urunk feltámadás utáni megjelenéséig, tehát az egész üsztörténet megjelenik itt az úrnapi szőnyeg virágmintáiban. És hát hallottam az egyik embertől, ahogyan az hagyományosan is szokás volt, hogy az emberek már hajnalba fölkelnek, elsöplik az utat, most a bitument is, régen ugye a földes utat, és valamikor régen akkor külön fehér földet hoztak a szőnyeg alá alapnak, azt is szépen elsimították, és a széleket is rendre formázták, és ezt követően kirajzolták a mintákat, és azt virágokkal beterítették. Ma már ügyesen ilyen modlákkal, vagy ilyen sémákkal is dolgoznak, és azzal segítik, hogy kirajzolják a formákat. Vagy ami szerintem nagyon helyes, hogy nem csak a megőrző funkció, hanem a megélő és a mai vonások is dukálnak, hogy az iskolás fiúk beleírták, hogy 7. B, tehát a saját osztályukat is virágból belehímezték. Tehát egyszerre archaikus, egyszerre mai szokás is az úrnapi virágszőnyeg készítése. Mi volt az ön számára a legkedvesebb figura, vagy motívum, vagy ábra, amit látott itt a virágszőnyeg során? Hát nekem ez a bűnbeesés jelenete, az, hogy emlékeztet bennünket, hogy ez hogy mi már nem az eredeti Éden lakói vagyunk, tehát ilyen értelemben tehát nagyon leleményes és ötletes is volt, hogy kialakították a fára tekergőző kígyót és a félalmákból a terméseket is. Másrészt pedig megdöbbentő volt, hogy mennyire művészi hatást értek el a fájdalmas Krisztusnak az egyébként teljesen elementáris, egyszerű megformálásával. Szinte kilépett, vagy elven volt a szőnyegben. Itt egy lakodalmas menetet látunk. A lakodalmas menetet azt viszont szigorúan úgy állítottuk be, hogy az egyházi ünnepeknek a viseletét is be tudjuk mutatni. Be tudjuk mutatni ugye nyilván a menyasszonyt, a fiatal lány viseletét, a különleges csömöri hajfonással, és ugye az egyházi viseleteket, az úgynevezett pünkösdi viseletet, az ohnyivót, és hagy emeljem ki ezt a gyönyörű ruhát, ami az úrnapnak a fénypontja, a Máriás lány ruhának a Máriás lányoknak a viseletét. Ilyen ruhában hordták a Mária szobrot, illetve a Mária koronáját. Általában ugye egy fő viszi magát a koronát, négy szallaggal a négy jégtáj felé négy lány viszi a szallagot, de ha több lány van, akkor ebből nem szoktunk gondot csinálni, akár 8-10 szallagot is kötünk a párnára, hogy minél színesebb, impozánsabb legyen a menet. Az ünnepi viselet az nem változott. Ez az a ruha is, amit most például rajtam látnak, ez úgy tűnhet elsőre, mintha frissen vásárolt mértel áru lenne, ez bizony a 40-es évekből való, és még a kisgyerekekre se új ruhát varunk. A nagy szoknyákból törpítjük le a ruhát, és ők is az eredeti autentikus csömöri viseletet hordják, az eredeti mintákkal, az úgynevezett paradicskóvé minta visszajön mindenhol. A ruhához kötjük a népszokásokat, vallási szokásokat, egyházi szokásokat, tehát ennek így van értelme. A gyerekeknek így adjuk tovább. Tudják azt, hogy mit viselnek, miért viselik, hogy viselik. Kint meg tudom mutatni például a pünkösdi névviseletet. Hát minden egyes egyházi ünnepnek a viseletét szerencsére be tudnánk mutatni, mert tehát fel van gyűjtve minden, de mivel az úrnapi körmenethez ez áll legközelebb időben, ezért ezt a ruhát készítettem el. Ebből a ruhából minden lánynak volt. Minden lánynak asszony, és mindenki ebbe a ruhába ment. Ugye itt a szoknya, beráncolt szoknya, ugye az ugyanúgy néz ki felvéve, mint rajtam ez a kék. Mi a jelentése a kék és a piros színösszeállításnak? Hát igen, a népviselettel is ugye arra próbáltak visszautalni, hogy Urunk tüzes nyelvek formájában, képében jelent meg, tehát a kék alapon a gyönyörű piros égő rózsák ezt jelképezik. Zene.
Hány darab koszorú készült tegnap? Hát körülbelül 400. És hova lesznek ezek föltéve? A koszorú 8 darab az a sátor tetejére belülről. Így rúddal együtt, ugye? Rúddal együtt, persze, és a többi az pedig ilyen kis kampokkal fölakasztva belőle. Teljesen kivélelve a sátor. Itt egy egyházi hagyományról van szó, de ez szélesebb annál, mint hogy a római katolikus egyházközség színpompás virágszőnyege legyen. Nem csak a többi felekezet tagjai, evangélikusok, baptisták vesznek részt ennek a virágszőnyegnek a kialakításában, hanem függetlenül attól, hogy valaki vallásos-e vagy se, mindenki úgy érzi, hogy valamilyen módon közre kell működnie abban, hogy ez a virágszőnyeg évről évre szép legyen, pompázatos, csodálatos és egy közösségi élményt adjon. Van néhány település térségünkben is, ahol készül virágszőnyeg, de ilyen mértékű és ilyen folyamatosságot mutató és ilyen hosszúságú virágszőnyeg csak Csömörön található. De nem volt olyan év, amikor megszakadt volna ez a folyamat, tehát még a legsúlyosabb szocialista időszakokban is létrehozták a virágszőnyeget, egyedülálló a településen is és országos viszonylatban is. Hát van egy sajátos filiációja is már a Csömöri úrnapi szőnyegnek, hiszen a polgári, ugye az autópálya valamikor addig ment kelet felé, a polgár község vagy város már talán, polgár plébánosa itt járt valószínűleg a plébánoson meghívására, és annyira mély hatást tett rá az úrnapi virágszőnyeg, hogy elmesélte otthon a híveinek az egyházközségben, és egy tanulmány kirándulásként is a következő évben eljöttek a lelkesebb hívek egy külön vissza, és megfigyelték már hajnaltól, hogy ott készül az úrnapi virágszőnyeg. És ezt követően 2009-ben már bizony polgáron is egy több száz méter hosszú virágszőnyeg készült a csömöri mintára, és azóta is folytonosan megvan az úrnapi virágszőnyeg készítés szokása és lelkisége, kultúrája polgáron, és ezzel tulajdonképpen egy mai szokás terjedésnek is tanulni lehetünk itt a jelenben, tehát nem csak a néprajzos a régi múltból gyűjt valamiket, hogy hogy lehetett, mint lehetett, hanem megfigyelhető ez a szokás és annak terjedése. Tehát nem csak lefele épül a vallásosság, hanem kibontakozóban is van. Köszöntelek benneteket szeretettel. Nagy örömmel és várakozással jöttem erre a hallom már nagyon régóta híres búcsúba, illetve úrnapi körmenetre, szentmisére. Az úrnapja minden vasárnap, ahogy latinul nevezzük is, de különösen, amikor az Úr Jézus titokzatos, örökkön élő testére és vérére gondolunk, és ezt a tiszteletünket, imádatunkat fejezzük ki a mai nap. Fejezzük ki azt a hitünket, amit Mózes az első parancsolatban fogalmazott meg. Kit kell nekünk leginkább szeretni, imádni, szolgálni? Kinek kell szót fogadni? Thank you.
Az Úr legyen veletek, és veletek. Evangélium Szent János könyvéből, dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez az a kenyér, amely az égből szállott alá, hogy aki ebből eszik, meg ne haljon. Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.